A Mercantil Bankliga 11. fordulójában Doktorics Áron 9., Tóth Milán 68., illetve Petnaházi Márk 40. percben szerzett találatával 2518 fizető néző előtt szombatai haladás Budaörs 2-1. A haladás veretlenül 22 ponttal listavezetőként, míg a budaörsiek 10 ponttal a 14. helyen várták az összecsapást. Pár percnyi tapogatózás után átvette a játék irányítását a hazai csapat, több tetszető szombatai akció oda vezetett, hogy Doktorics Áron a 9. percben bombagóllal köszönt be Tóth kapusnak 1-0. Ezután is támadásban maradt a Hali, a 21. percben Bosnyák cserezte be magát a 16-osuk belőle, Horváth Rajmundhoz passzolt, a fiatal csatár cserezett egyet, majd lőtt, de a labda pár centivel a kapufa mellett surnult el. A 29. percben a hazai CK német Milán mintegy 35 méterről veszélyeztetett. Aztán a semmiből egyenlített a budaörs, egy ártatlannak tűnő akció végén szekér megmozdulását szabálytalannak ítélte Zám játékvezető, a 11-est Petnaház értékesítette 1-1. A második félidőben, az 57. percben Holdanf, majd a 63. percben Tóth Milán veszélyeztette a budaörsi kaput. A 68. percben megszületett a győztes gól, Tóth Milán cselezte be magát a büntetőterületen belülre, Fényes meglökte, ez is 11-es, a sértett maga biztosan lőtt a hálóba, 2-1. A 71. percben egy Tóth Milán Predrag Bosnyák Monori Norbert akció érhetett volna véget góllal, de a helyzet kimaradt. Az utolsó percekben nagyon nyomott a budaörs, de az eredmény már nem változott, győzött a haladás. A mérkőzés krónikájához tartozik még, hogy a 28-szoros válogatott Guzmics Rihárd 250. alkalommal ölthette magára a zöld-fehér szíveket. A bajnoki meccset értékelő sajtótájékoztató német Szabolcs elmondta, hogy nagyon jól kezdte a meccset a Hali, de aztán végig küzdeni kellett a 3 pontért. Az első fél időben teljesen uraltuk a játékot. Én azt gondolom, hogy nagyon sok helyzetet sikerült kialakítanunk, sajnos ezeket nem sikerült berúgni, viszont egy begyakorolt rögzített szituációból megszereztük a vezetést. Én úgy gondolom, hogy mondhatom is, akár semmiből egy 11-essel egyenlített az ellenfél csapata. Fél időben próbáltuk megnyugtatni a srácokat, hogy ugyanazt a erőfeszítést és ugyanazt a bátor játékot folytassák, amit az első fél időben produkáltak. Helyenként sikerült is ezt megvalósítani, és megérdemelten szereztük meg a 3 pontot. Büszke vagyok a srácokra, és köszönöm a szurkolóknak, hogy biztatták a csapatot végig. A budaörsiek vezetőedzője Gabala Krisztián szerint a csapat ma halványabb volt a támadó zónában, ezért győzhetett a haladás. Rosszul kezdtük a találkozót, az első 20 percben nem találtuk a ritmusát a mérkőzésnek. Több problémánk is volt ez idő alatt, gondolok itt akár a szerencsefaktorra, vagy éppen a cipőknek a rossz kiválasztására. De összességében teljesen megérdemelt volt a haladásnak a dominanciáján keresztül a vezetés. Utána kiegyenesedtünk, amit terveztünk, elkezdtük azt jól csinálni. Ennek az eredménye lett az, hogy egyre többet voltunk fönn a támadó harmadba, amiből ugye lett a 11-es, és azt gondolom, hogy ez alapjait adta egy nagyon jó és ritmusos második félidőnek. Az, hogy a csapat kikapott, persze nem örülök, de bizonyos tényezői voltak annak, hogy vesztesként hagytuk el a stadiont. A haladás 7 győzelemmel és 4 döntetlennel 25 ponttal listavezetőként várja az október 17.-12. fordulót, amikor Soroksáról lép majd pályára német Szabolcs csapata, míg a budaörsiek a Szent Lőrinc csapatát fogadják majd.